Hát tisztelettel köszöntök mindenkit, és nem csak jó napot, hanem jobb holnapot is kívánok mindannyiunknak. Hát bevallom férfiasan magunk között, mikor beléptem ebbe a terembe, óriási érzés fogott el. Emlékeztek 1992-re? Egyébként akkor se álltunk jobban, mint most. Azért azt is. És mégis mi történt? Innen egyenes út vezetett a 94-es választás megnyeréséhez. Itt mindannyiunk közreműködésébe. Egyszerűen amiatt, mert mi jobban vagyunk, mint ők. A Magyar Szocialista Pártnak megalakulása óta egyszer sem volt oka röstelkedni a munkájáért, azért a politikáért, amit képvisel. Ez ma is biztos, hogy így van. Jottányit nem változott az, hogy a Magyar Szocialista Párt az ország meghatározó politikai ereje. És erre az erőre támaszkodva tudunk nyerni. És ehhez kell tudnunk rokon szervezőket találni. De a győzelemhez az is kell, hogy az egyesek megingott bizalmát helyreállítsuk. Nagyon kérek tiszteletem mindenkit, köztük magamat is, hogyha kell, tudjunk változtatni. Pártunk sok nehézséget ért már át, de mindig talpra állt. És meg kell mondanom, ilyen szempontból csodás a teljesítmény, mert nagyon egyszertek vagyunk. A kudarcoktól is már megedződtünk. Mint baloldali politikusnak régi vágyálmam az, hogy egyszer elmondhassuk, hogy mindenki számára biztosítottuk, biztosítjuk a tisztességes megélhetéshez szükséges jövedelmet. Elmondhassuk azt, hogy a gazdasági teljesítményhez közelítjük a jövedelmeket. Elmondhatjuk azt, hogy összhangot teremtünk a közteherviselés és a közgyarapodás között. Ez a Magyar Szocialista Pártnak meggyőződésem szerint közép- és hosszú távú programja kell, hogy legyen. Mert ez felel meg az európaiság szellemének, és ez felel meg a mi érdekeinknek. Ezt támogassuk. Magyarország mindig nyert, amikor Európához igazodott, és mindig veszített, amikor elfordult tőle. Szeretni nem kell az Európai Uniót. Meg kell mondanom, hogy gyakran nem is szeretetre méltó. De azzal élni kell, azokkal a lehetőségekkel, amiket ő nyújt nekünk. Én nem teszek le arról, lehet, hogy ezért sokan megszidnak, majd akár Brüsszelbe, akár máshol, de akkor is elmondom, hogy az én számomra az Európai Uniós alkotmány az nem más, amely kijelöli az utat az új egységes államszövetsége, Európa államszövetsége. Higgyétek el nekem, lehet, hogy én nem fogom megélni, de igaz, hogy létre fog egyszer jönni az Európai Egyesült Államok. Erre vagyunk ítélve.